Na sziasztok, Mala vagyok, ez pedig a sose el nem készülő Mala vlog. A rossz nyelvek szerint sose fog elkészülni, de hát itt van, úgyhogy elkészült. Na, hát először is gondoltam, hogy megdaglak itt a melegbe, és csinálunk egy olyan Mala vlogot, ami nem a rusna zöld háttér előtt van, hanem mindenki megcsinálhatja a csodálatos szobának a falát. Na, nézzük, hogy mi történt az elmúlt időben, például, hogy miért nem volt tegnap stream, meg ilyen apróságok. Bármennyire is kurva jól néz ki a lakás, kezd a fejemre dőlni az egész. És lassan benyújtja a háza számlát, a elmaradt, mit tudom én, 10-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 év elmaradt karbantartásaiért. És hát történt csütörtökön, amit hidd el, hogy nem akarsz a házadba látni, hogy a fürdőszoba és a gardróbszekrény ajtaja között, amit egyébként nem használtam nagyon-nagyon-nagyon régóta, penészedik a fal. Yeah! Na, amikor ezt boldogsággal tölti el az embert, hogy rá fog dőlni a ház, és már penészedik is, akkor gondoltam, keressünk festőt, milyen marha jó lesz. Úgyis ráférne gyakorlatilag egy meszelés, vagy egy tisztasági festés, vagy ilyesmi a házra. És ekkor szembesülsz azzal, hogy nem olyan könnyű ilyen festőt találni, mint ahogy te arra gondoltál, úgyhogy jelenleg is az a fázis tart, hogy próbálok találni szakembert a dologra. Ha valakinek esetleg van tuti tippje, ismerőse, bárki, megbízható, jól dolgozó szakember, akkor kérlek, segítsetek, ha pedig nincs, hát akkor majd találok valahogy, ahogy sikerül. De a lényeg, mivel realizáltam azt, hogy ez valószínűleg nem két napon belül fog megoldódni, hanem hosszú hetek, vagy lehet, hogy egy hónap is lesz, mire találok valakit, hogy valaki valamikor ráér valamire, és addig nem szeretnél egy penészfolttal együtt lakni. Elmentem a helyi tetszóba, megvettem az egyetlen egy dolgot, amit árultak penészgombára. Itt van a reklámhelye, nem fizetnek ért, úgyhogy tök mindegy. Egy ilyen flakon rá van írva, hogy szavó, rá kell spritzkolni a falra, és állítólag megöli a gombát, és amíg jön a festő, gondoltam, kipróbáljuk. Na, itt érkeztünk el a tegnapi nap, hát, deléhez, amikor gondoltam, úgyis lassan el kéne menni kajálni, meg ilyesmi, úgyhogy előtte pont jó dolog összebüdösíteni a lakást, úgyhogy beöltöztem Michelin gumiemberkének, gumikesztyű, pormaszk, na ez a kettő volt itthon, amiben be tudtam öltözni. Sajnos a szemüveg az lemaradt, mert hogy kurvára nincsen. És kinyitottam az összes ablakot, hogy valamennyire szellőzön a ház, hogy ne maradjon bent semmi abból a szakból, ami ebből kijön. Mola beállt pozícióba, célozta a falat, telibe fújta. Itt kell elárulnom, hogy egyébként a cucc, az geci durván erős, tehát hogy ráfújsz a falra, és látod, hogy lerobban róla bazd meg minden, de most itt kívül. Tehát, hogy így nagyon durva. Egyetlen egy baj van vele, hogy nem csak a penészgombát adni meg, hanem téged is. Tehát, hogy így ez halálos. Ez olyan, hogy ledobod magad az atombombát, kinyírtad vele a bogarat, a patkányt, meg magadat is. Tehát, hogy ezzel csak ez az egyetlen egy baj van. Hogy ez egy viszonylag nagy felület, amit le kell fújni, és egy spritzkolásból nem tudod megoldani, és körbe kell spritzkolni ugye a falat. Na, itt jött a húzat, ami az egészet belefújta a pofámba, hála a jó Istennek. Úgyhogy csípte a szememet, mint a kurva élet, kimostam amennyire tudtam, és a tegnapi napot azt így gyakorlatilag a Mária utca. Már látod, elfelejtettem, Mária utcában van a szemészeti ambulancia, vagy legalábbis ügyelet. Na, ott töltöttem az egész napot, úgyhogy végérvényesen eldöntöttem, hogy én soha többet semmihez nem nyúlok, elhiszem, hogy mindenki meg tudja csinálni, én nem vagyok rá alkalmas, úgyhogy marad a terv, hogy keresünk valakit, aki megcsinálja, mert hogy én inkább elköltözök, főgyújtom, nem tudom, de hogy én még egyszer vegyszerekhez, meg ilyen fasságokhoz nem nyúlok hozzá, az tuti. Na jó. Aztán lássuk, hogy mi van még. Szerváltam biciklit, csak hogy tudjátok. Malafogyókúra, terv, nem is tudom, ez már vagy a negyedik.
szerváltam bringát, vagy jó, mindenhova bringával megyünk, és akkor kurva jó lesz. Ez nagyjából ott tart, hogy olyan körülbelül 10 napja van meg. Ez alatt a 10 nap alatt nagyjából tartottam a történetet, hogy bevásárolni, kajálni. Tök mindegy, ahova kellett menni így a környéken, azzal mentem. Már a seggem egész jól megszokta, hogy széttörik minden nap és kezd belejönni. És most szerdán lesz a nagyon-nagyon-nagyon nagy teszt, ugyanis melóba is bringával szeretnék bemenni, ami hát egy sokkal komolyabb táv, mint az eddigiek, amiket itt a környéken toltam. Tehát az gyakorlatilag 17,5 kilométer a Google Maps szerint. Fú, hát na majd meglátjuk, hogy hogy sikerül ez a szerdai projekt. Lehet, hogy a következő bejelentkezés az intenzív osztályról lesz infarktus után, vagy nem tudom. De biztos jó lesz. Ezt majd mindenféleképpen beszámolok róla. Előtte akarok még egy ilyen try-t tolni, tehát valószínűleg az lesz a menetrend, hogy hétfőn ugye telefonálgatok, hogy van-e festő, mikor jön ki, mikor nézi meg. Aztán felülünk a Bicóra, eltekerünk az Obi-ig. Az Obi oda-vissza, az körülbelül, hát mondjuk az már egy ilyen tizen pár kilométeres történet lesz, 11-2. Ez lesz a try, hogy a szerdai 17 kilométer előtt az túléleme. Az Obi-ban meg akarok menni szúnyoghálót, mert kurvára bazottul, nagyon unalmas, hogy az összes nyomorult életforma, akit gyűlölök, berepül azon a kibaszott nyitott ajtón, majd jól érzi magát a szobába. Tehát, hogy így ebből most már annyira elég volt, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Hogy egy kicsit csapongja, 2 darab darazsas történet van az elmúlt 2 hétből, ami meggyőzött róla, hogy hát inkább megdöglök 40 fokba, de én nem nyitom ki az ajtót. Az egyik valamelyik stream után történt, már meg nem mondom melyik után, tehát ugye elégedetlen hátradőlsz a fotelbe, hogy na, jó van, akkor menjünk el aludni. Kicsit még molyolsz, majd arra leszel figyelmes, hogy bejön a nehéz bombázó az ajtón. És nem ám így, mit tudom én, ismerkedik a csillára, vagy örül neki, hogy ott világít az a szar, hanem ilyen koncentrikus körökbe így földeríti a szobát, ott van az a köcsög malageci, meg fog dögleni. És ez így megy körbe, egy mit tudom, ekkora darázsgeci, és mondom, bazán, ilyen nincs. Mondom, neki megyek pingpongütővel, nem jó, még földühödik, és tényleg megöl, bazd meg, mi a fasz csinálja. Úgyhogy azzal telt az este, hogy így gyakorlatilag fölcsuktam a folyosón a villanyt, itt lecsuktam mindent, és így a sarokból remegve néztem, hogy kijön a fényre a buzi, nagy nehezen kijött, akkor ugyanezt megismételtük azt, hogy konyha, folyosó le, nagy nehezen kiment a mocsadék a konyhából, ráboztam az ajtót, mondom, reggelig dögölj meg ott, ahol vagy. Ez volt az első darazos tuti. Valami 2-3 napig nem mentem be a konyhába, mert nem tudom hány nap alatt döglik éhen egy ilyen, de hogy én nem ismerkedek vele, azt tudik. A másik marha jó az volt, amikor hát elég sűrűn kijárok zuhanyozni, mert egyfelől dagadt vagyok és izzadok, másfelől meg tök jó leűsíti az embert ilyen melegbe, hogyha dob egy zuhanyt, utána egy fél óráig el van. És akkor így caplad ki mala, anya szűrt mesztelenül, beöltözve védőruhába, ugye. Nyitsz be a fürdőszobába, két darázs nem egy, kettő, mondom, aha, nincs az Isten, hogy én bemenjek zuhanyozni, tehát gondoljátok be, egy szál faszbáz, bazd meg egy ilyen kis zuhanylófasszal, megnyitod a vizet, két darázs kiszűr, te ez le akar minket locsolni, szétdöfnek a faszban, tehát nem? Akkor a fürdőszobába felé sem mentem egy darabon, tehát na mindegy, lényeg, hogy gecire elegem van az összes barepülő nyomorult köcsöktől. Úgyhogy hétfőn elmegyünk az Obiba, és veszek valami szúnyoghálót, geci. És ott lesz megint a baj, hogy én profi vagyok szerelésből. Mint az előző történet is mutatja, a falra spritzkolás is majdnem vakságot okozott malánál, fogalmam nincs, most oké, veszel szúnyoghálót, még csak nem is drága. Hogy a faszba fogom fölrakni a kibaszott ajtóra? Tehát ezek ott azt hiszik, hogy itt neked vannak gépeid, meg fúróid, meg csavarhúzód, meg csavarjaid, vagy fölhegeszted, vagy én nem tudom, hogy a gecibe kell fölrakni egy szúnyoghálót, úgyhogy ez majd egy ilyen külön mutatvány lesz.
Valószínűleg ezzel is el fogom törni kezem lábam, lesérülök, belehalok, nem tudom. Majd erről is beszámolok, hogy ott sikerült a szúnyoghálós projekt, ami hétfőn következik be, azaz holnap. Ez is egy jó buli lesz. Ja. Na. De aztán ejtjünk még egy két szót a streamekről, mert baj van. Tehát abban már beletörődtem, hogy a nézettség az egy ilyen zuhanó repülésbe beleáll gyakorlatilag a betonba. És jelenleg most már körülbelül, ha föl tudok sorolni három embert, aki megnéz egy mala videót, akkor az boldogság. Ez van, ennyire vagyok szar. Ijé. Na, de hogy nagyjából mik várhatók mostanában? Egyfelől megpróbálom elmondani, hogy én miket terveztem, aztán nyugodtan, tehát ennek abszolút nagyon örülnék, hogyha ti is elmondanátok, hogy mi lenne az, amit szívesen látnátok, hát hogyha kicsit közelebb tudunk jutni egymásnak az üzléséhez. Szóval egyfelől én tolom kőkeményen a Petofexáját, mert szeretném ebbe a szezonba megcsinálni a Shaperkit, és egyébként most, mielőtt csináltam ezt a vlogot, néztem egy vadi új buildet, ami ugyanez a Cyclonus tusz, csak templárból és fel annyiból kijön a gear, mint annak a gearje, amire most gyűjtök, és igazándiból egy karaktert föl lehet húzni egy nap alatt, úgyhogy lehet valószínűleg, hogy én ezt így megpróbálom. Aztán emellett toljuk tovább a No Man's Sky-t, úgyhogy remélem van egy néző réteg, akinek ez tetszik mindenféleképpen, mert szeretnék legalább odáig eljutni, hogy megvan mindenféle hóbelebanc. Ez még egy jó pár streaming nem lesz meg, tehát farmolunk egy kis pénzt, építgetjük a bázist, elmegyünk egy új rendszer, mert a szokásos No Man's Sky-os gameplay. Ezen felül nyilván keddenként a Hearthstone-t azt szeretném megtartani, mert bár most már azt se nézi a kutya se ugyanúgy, mint az összes többi streamet, de úgy nagyjából annyi igényem van azért egy Hearthstone-ról, hogy egy heti egy nap az teljesen jól belefér. Legalábbis tök meglepődtem rajta, hogy múltkor például azon a, nem tudom, Dungeon, nem biztos, hogy így hívják, mindegy, ez a Solo Adventure, ezt tudtam, egész jól szórakoztam, és úgy elrepült az idő, hogy ihaj. Aztán mindenféleképpen még mindig végig szeretném játszani az Assassin's Creed Odyssey-t, csak nem akartam rögtön az Origins után, hogy azért két AC között teljen el valamennyi idő, és nekem se legyen tőle csömöröm, meg talán nektek se. Aztán, hogy milyen gémeket várunk, előbb-utóbb ki fog jönni a Bloodlines 2, amit mindenféleképpen szeretnék megnézni, mert az egy az kurva jó volt. Aztán nyilván jönni fog a Cyberpunk, amit szintén szeretném megnézni, hogy hogy sikerül nekik, reméljük a legjobbakat. Megjelenés tekintetében ja, Borderlands 3, azt is mindenféleképpen szeretném kipróbálni. És így nagyjából, ja most egy hirtelen nem jut eszembe nagy másik megjelenő cím. Elképzelhető, hogy mit tudom én, ilyen heti egy napot rászánunk az Ark-ra is, most tök jól elmászkáltam ott a kiégett sivatagba. Arra is kíváncsi lennék, hogy mire jutunk, úgyhogy ja, valami ilyesmi a terv. Nem tudom, mondom, nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha segítenétek ebben, mert miért a gyereknek az anyja se látja fától az erdő című projektet. Eddig sem nagyon sikerült rávennem senkit a kommentelésre, vagy írja le, hogy mit szeretne, de azért ezzel most megint megpróbálkozom, hogy léci, írjatok valamit, hogy szerintetek mit szeretnétek látni. Lehetőleg ne írjatok Fortnite-ot, mert az nem lesz, tehát csak úgy mondom, hogy attól még mala maradok, csak azért örülnék neki, hogyha tudnánk egy kicsit közeledni egymáshoz így a címekbe. Ja. Mi van még? Hát más olyan nagyon nincsen, szerintem. Ja. Nem tudom. Ha kíváncsi vagytok valamire, amiről szeretnétek, hogyha dumáljak, vagy áruljam el magamról, vagy csináljunk róla videót, vagy mondjam el, akkor nagyon szívesen, mert miért ne? Úgyhogy, ja, a mostani mala vlog az köbül most így ennyi, és fogok még csinálni jövő hét vége felé még egyet, szóval lesznek mala vlogok mindenféleképpen. Na, legyetek jó!
Sziasztok!